Jó reggelt kívánunk, ez az ATV híradója a 8:30-kor. 3 millió forintra perli Vida Ildikó Horváth Andrást jó hírnév megsértése és becsületsértés miatt. Horváth András azt mondta a Startban, hogy tegnap nyújtották be ellen a keresetet. A volt NAV dolgozó szerint ez az ügy kapcsolódik a kitiltási botrányhoz és az általa nyilvánosságra hozott NAV-on belüli ügyekhez. Horváth szerint nem kis mennyiségű vádról van szó. A korrupció ellenes szövetség alapítója azt mondta, hogy a folyamat azért juthatott idáig, mert semmiféle választ nem kaptak az általa feltárt NAV-on belüli visszaélésekre. Horváth szerint mások is számíthatnak perekre. Ezek a támadások, ezek elsősorban a nem régen alakult, illetve meg bejegyzés előtt álló korrupció ellenes szövetség tagjait fogják érinteni. Ez a folyamat már megkezdődött. Hogyan? Már bírósági kereseteket nyújtottak be többünk ellen. Azzal egy időben, hogy Gutfriend ellen megkezdődtek az eljárások. André Gutfriend védett diplomata marad. Az Egyesült Államok nem vonja vissza a budapesti ügyvivő mentességét. A külügyminisztérium ezzel lezártnak tekinti a kitiltási ügyet. A szocialisták szerint viszont akkor lesz vége ennek az ügynek, ha kiderül, hogy kik azok, akiket kitiltottak az Egyesült Államokból, illetve ha Vida Ildikó, a NAV elnöke lemond. Colin Bell, az új amerikai nagykövet videóüzenetben köszöntötte a magyarokat, és arról beszélt, hogy Magyarország az Egyesült Államok erős szövetségese. Ma jelenti be a kormány, hogy milyen változások lesznek az útdíjrendszerben. A Népszabadság információi szerint nem kell majd fizetni azokon a gyors forgalmi utakon, amelyek nem csatlakoznak autópályához, így ingyenes lesz a Ferihegyre vezető út is. Azok az autósok pedig visszaigényelhetik a pénzüket, akik igazolni tudják, hogy csak emiatt a rövid szakasz miatt váltottak matricát. Azoknál a hidaknál is elég lesz egy matrica, ahol megyehatár van. A Népszabadság szerint a kormány tegnap döntött arról is, hogy a nagycsaládosok is kapnak kedvezményt a D2-es kategóriába átsorolt kisbuszok miatt, ha legalább 4 gyereket nevelnek. Nem lesznek új adók a vasárnapi zárvatartás miatt. Ezt Varga mondta az állami tévében. A nemzetgazdasági miniszter szerint abba kellene hagyni a riogatásokat, nincs szó új adókról és jelentős elbocsátásról a kereskedelemben. Néhány napja Demján Sándor beszélt arról, hogy több tízezres létszámleépítésre és új adók bevezetésére kell számítani. Közben a HVG arról ír, hogy teljesen bezárhatnak azok a plázák vasárnap, ahol nincs mozi. Hiába nyithatnának ki kisebb boltok, azok tulajdonosai szinte biztos nem tudják majd fizetni a rájuk eső nagyobb költségeket. Kivonul Magyarországról a Baumax. Az üzletlánc a 14 magyarországi áruházát áprilisig bezárja, a dolgozóit pedig elbocsátja. A Baumax igazgatótanácsának elnöke szerint nem tervezték a kivonulást, de a nehéz gazdasági körülmények miatt forrásaikat inkább másik 3 országra összpontosítják, így Magyarországtól elbúcsúznak. A cég ezentúl Ausztriában, Csehországban és Szlovákiában költi el a pénzét. Februárban tárgyal az Európai Parlament Kovács Béla jobbikos politikus mentelmi jogáról. A Magyar Nemzetnek az ügyben megbízott jelentéstevő tanácsadója azt mondta, hogy a magyar ügyészség bizonyítékai alapján az EP testülete elegendő okot lát arra, hogy tárgyaljon az ügyben. A bizottság az ülésre meghívja Kovács Bélát, akinek jogában áll majd elmondani a saját álláspontját, illetve kérdezhetnek tőle a jelenlevők. Az egy vagy két naposra tervezett zárt tárgyalás végén a 25 tagú bizottság dönt majd arról, hogy felfüggesztik-e Kovács Béla mentelmi jogát. Bűncselekmény hiányában felmentette a bíróság Laborc Sándort a jogosulatlan információszerzős vádja alól. A Nemzetbiztonsági Hivatal korábbi főigazgatójának védője elmondta, ennek az ügynek nem volt köze sem az úgynevezett UD ügyhöz, sem a Kémperhez. Azt azonban csak évtizedek múlva lehet megismerni, hogy milyen ügyben emeltek vádat Laborc ellen, mert az iratok tartalmát nemzeti minősített adatnak nyilvánították. A nyomozás 2013-ban indult, és 2 tárgyalás volt most januárban. A felmentés egyelőre nem jogerős. Zamecslik Péter az Egyenes Beszédben azt mondta, Laborc Sándort azzal vádolták, hogy még főigazgatóként járt el szabálytalanul. Influenza járvány van. A járványügyi központ jelentése szerint a múlt héten 40%-kal többen fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel, mint egy héttel korábban. A fővárosban és 16 megyében emelkedett,
Heves és Vas megyében nem változott a betegek száma, egyedül Zala megye mutat javulást. Reméljük, önök nem kapják el, jó egészséget kívánok, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!